A következő felszólaló Kepi Lajos, a Jobbik képviselője. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, én is nagy tisztelettel köszöntöm polgármester urat és a balatonvilágosi lakosok képviseletében Nagy Miklós doktor urat. Azt kell nekem is elmondanom, részben kapcsolódnom kell ahhoz, amit Bóka képviselő úr elmondott, de hadd kezdjem egy kicsit nagyobb látószögből. Igen, csak zajlanak mostanában az események Veszprémi 2-es választókerületben, vagy ha úgy tetszik, akkor a Balaton-Almádi kistérség településein. Kezdeném talán ott, hogy jövő évben kialakuló, megalakuló járások tekintetében első körben úgy volt, hogy Balaton-Almádi nem is lesz önálló járás, hanem a Balaton-Füredi járáshoz fognak ezek a települések kapcsolódni, ami ugye, mint az már elhangzott, Balaton-Világos számára azt jelentette volna, hogy a járásközpont több mint 40 kilométerre, egészen pontosan talán 41 kilométerre helyezkedik el a településtől, ami nyilván rendkívüli módon megnehezítette volna a különböző ügyintézésekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Nem lett sokkal könnyebb a helyzet azzal sem, amiért itt sokan kardoskodtunk, hogy Balaton-Almádi önálló járássá alakulhasson, hiszen Balatonvilágos számára ezzel sem lett sokkal könnyebb a helyzet, hiszen így ugyan a távolság egy 10-12 kilométerre csökkent, azonban ami az ügyintézést illeti, a legtöbb ügytípus tekintetében ugye Veszprémben, mint a megyeszékhelyre kellett volna elmennie a balatonvilágosiaknak. Itt a fő probléma, azt hiszem, ami az elmúlt 20 évet, vagy talán ki tudja hány évtizedet terhel, hogy nem sikerült a megye szélén lévő települések, úgy mint Balaton Világos, és ide sorolhatnám még Balaton Főkajárt is, és a kistérség központi részei között egy normális tömegközlekedést kialakítani. Rendkívül gyér a buszközlekedés abban az irányban, mint pedig nyilván a vasúti közlekedés is, talán az még inkább, hiszen a északi partra közlekedő járatok azok Balatonkenesét érintik csak. Balatonvilágos ilyen tekintetben is perifériára szorult, hiszen ott a Balaton csücskében inkább sorolható már déli parti településnek, mint északi partinak. Nem csak Balatonvilágos tekintetében, ugye, mint mondtam, itt az is kérdéses volt még, hogy önálló járás lesz-e egyáltalán ebből a 10 vagy 11 településből, akik a Balaton-Almádi kistérséget alkotják, és több esemény is történt mostanában ezeken a településeken. Ugye Balaton Kenese és Balaton Akaratja települések szétválni készülnek, Balaton Akaratja önálló településé kíván válni, ugye, hogy csak ezt a kisebb térséget érintő eseményeket soroljam. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy Balaton Főkajár sem volt túlzottan elégedett a járási rendszer kialakításával, hiszen Balatonvilágoshoz hasonlóan szintén elég hátrányos, rossz helyzetben van a kistérségen belül. Balatonvilágos nekünk, a Jobbiknak, és hát országosan is úgy került az utóbbi években a média keresztüzébe, hogy több ingatlan ügylettel kapcsolatban is sajnos feljelentést kellett tennünk, ugye a Klubaliga eladásával kezdődött, és körülbelül másfél-két évvel ezelőtt egy másik telekcsere ügyben is büntető feljelentést tettünk, és rendkívül nem véletlenek ezek az ingatlan spekuláció gyanús ügyletek, hiszen Balatonvilágos Balatonparti része egy rendkívül szép fekvésű része, egy rendkívül értékes része a Balatonnak, és nem véletlen, hogy sok mindenkinek fájhatott ezeknek a parti ingatlanokra a foga. Én azt gondolom, hogy rendkívül jó földrajzilag és tájképi adottságait tekintve az elhelyezkedése, azonban a megye határ valóban elég az ő szempontjukból szerencsétlenül lett meghúzva, hiszen Siófokkal határos, ugye Siófok egy olyan város, ahol gyakorlatilag balatonvilágosiak számára mindenféle ügytípus ügyintézés elérhető lenne, és mindösszesen 15 kilométerre van a város központja Balatonvilágostól, tehát számukra célszerűbb, és egyébként a tömegközlekedés is nagyságrendekkel jobb Siófok felé. Nem véletlen az, hogy azok, akik elmentek erre szavazásra, ők 80%-ban megyeváltás mellett tették le a voksukat. Azonban azt is érdemes megvizsgálni, hogy miért ilyen alacsony volt a részvétel. Nyilvánvalóan azok között, akik nem mentek el szavazni, azok között voltak olyanok, akik nem értettek egyet a megyeváltás
tényével, és voltak olyanok, akik pedig érdektelenek voltak, mint mindig vannak sajnos olyanok, akik érdektelenek a saját mindennapi életüket befolyásoló kérdésekben, és ez nagyon szomorú. De nyilvánvalóan az ellenzőknek is megvoltak az okaik arra, hogy miért szerettek volna Veszprém megyéhez tartozni, és nyilvánvalóan ezeket is figyelembe kellett vennünk akkor, amikor a döntést meghoztuk, hogy a Jobbik frakció milyen álláspontot képviseljen itt a megyeváltás tekintetében. Saját önkormányzati képviselővel is rendelkezünk Balatonvilágos településen, vele is folyamatosan konzultáltunk az elmúlt hónapokban, és végül a frakció azt az álláspontot alakította ki, hogy bár kétségtelen, hogy nem pusztán, mint minden döntésnél, nem pusztán előnyök származnak abból, hogyha Balatonvilágos megyét vált, mi pedig Veszprém megyeiek, mi pedig a Balaton-Almádi kistérségben veszteségeket fogunk ezzel elszenvedni, és nagyon sajnáljuk, hogy egy ilyen értékes település, mint Balatonvilágos megyeváltással egy másik megyéhez fog valószínűség szerint kerülni, mégis támogatjuk ezt a szándékát a balatonvilágosiaknak. A balatonvilágosi emberek érdekében, az ott élők érdekében pillanatnyilag ezt a megoldást tartjuk kézenfekvőbbnek. Azonban nem szabad, hogy ezzel leintézetnek tekintsük a dolgot, hiszen ugye, mint már mondtam, több település, például Balatonfőkajár is hasonló, hát mostoha sorsban van ott a kistérségen belül. Nem szabad, hogy megvárjuk, még Balaton Főkajár is elkezd majd gondolkodni a megyeváltásba, és ahogy Boka képviselő úr is mondta, nem szabad, hogy ez valamiféle láncreakciót indítson el. Ezek mindig egyedi esetek kellene, hogy maradjanak ezek a megyeváltási törekvések, hiszen a stabilitás az hosszú távon valóban egy fontos tényező, fontos szempont. Tehát meg kell oldani a területnek, ennek a megyehatár menti településeknek a tömegközlekedését, a kapcsolatát a járási központtal. Ugye Balaton-Almádi és Balaton-Főkajár viszonylatában mindenképpen egy rendszeresebb és sűrűbb tömegközlekedést kell kialakítani, és mindenképpen élőbbé kell tenni a kapcsolatokat, ahhoz, hogy ne kezdjenek el a Balaton-Főkajári emberek is majd ilyen hasonló döntésben gondolkodni, és meg tudjuk őrizni ezeket a településeket. És sajnos azt már korábban meg kellett volna tenni, hiszen hogyha ez a kapcsolat kiépült volna a balatonvilágosi viszonylatban, és akkor lehet, hogy nem jutottunk volna el idáig ebben a tekintetben sem. Azonban ez a helyzet már kialakult, és még egyszer mondom, helyben élő embereket meghallgatva, a helyi képviselőnkkel konzultálva, és magam is Balaton-Almádi lakosként, illetve ott a választókerületben induló, 2010-ben ott induló országgyűlési képviselőjelöltként úgy gondolom, hogy eléggé ismerem ezt a régiót, ezt a környéket ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni, és még egyszer utoljára elmondom, hogy támogatjuk balatonvilágosi emberek megyeváltási törekvéseit, és egyben szeretnénk kérni a kormányt, hogy és a megyei kormányhivatalt, hogy fordítson fokozottabb figyelmet a perifériára esett települések közlekedésére, és élőbbé kell tenni a kapcsolatot a belső településekkel, a központi településekkel, hogy több ilyen eset ne fordulhasson elő, és ne veszítsünk több települést. Köszönöm szépen!